A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy májustól arra tette fel a mindennapjait, hogy pénzhez jusson. Ennek érdekében fejszével tört fel két nyilvános telefonkészülék persejét, öcsödi portákról különféle tárgyakat zsákmányolt, amiket később eladott. Széles volt a paletta, a kézi szerszámoktól a ruha nem műkön, lovas felszereléseken keresztül a zöldségekig mindent vitt. Volt, hogy ezer forint volt a lopási kár, de akadt olyan is, amikor 300.000 ezer forintnyi érték bánta a tettes mohóságát. Júniusban és júliusban magasabb fokozatra kapcsolt a tolvaj. Ekkor már nem átallott, alvósértettek értettek mellő lopni, egy alkalommal telefont és májkrémeket, más esetben mini gyertyatartókat vitt el a szundikáló tulajdonosoktól. A Mártoni nyomozók minden bejelentés után helyszíni szemlét tartottak, tanukat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket elemeztek és szakértőt rendeltek ki az aprólékos nyomozással tíz bűncselekményt tudtak a tette személyéhez kötni. Elfogták és előállították a tolvajt, majd gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.